Angliából és Magyarországról származik, az immár a Nyíregyházi állatparkban élő aranykezű tamarin tenyész pár. Az új lakók a Nemzetközi Törzskönyvi Program keretében érkeztek Sóstóra. Bár az aranykezű tamarinok a 33 karmos majomfaj közül nem a legveszélyeztetettebbek, élőhelyük drasztikus csökkenése tizedeli állományukat. A majmokat a park különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség. Ez a mindösszesen 50 dekagrammos állat nagyon furcsa külsejű, hiszen egyrészt elállóak a fülei, másrészt pedig az egész testét fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjait, amely vöröses arany színezetű. Erre utal a latin neve is, Saigus Midas. Ugyanis Midas király, amihez hozzáért a legenda szerint, arannyá változott minden, és ennek az állatnak is olyan, mintha egy vörös aranyszínű kesztyűt viselne. Az aprócska aranykezű tamarinok eredeti élőhelyükön Dél-Amerikában, az esőerdők felső lombkorona szintjének legvékonyabb ágaira is kimerészkednek, ahová a rájuk fogukat fenő ragadozók nem tudják követni őket. Ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. Madárcsicsergésre emlékeztető hangjuk messzire elhallatszódik, és vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak fajtásaikkal.